Jó napot kívánok, sziasztok! A Star Wars sorozat 6. kötet nem a megszokott módon folytatja a cselekményt, mert mindegyik szám fejezetcímet kapott, és más-más szereplő szemszögéből mutatja be az egymástól elkülönülő eseményeket. A kötetben helyet kapott a Homok ajándékai című néhány oldalas szösszenet, melyben Obi-Wan buckalakókkal kapcsolatos ismereteket ad át, poros, kopott rajzstílus kíséretében, valamint a harmadik éves különszám is, melyben Han és Leia új rejtekhelyet keres a lázadók számára egy vadnyugati hangulatot árasztó bolygón, az ellenséggel és egymással való viaskodás közepette. Luke és Leia egy kényszerleszállást követően egy meglehetősen alacsony népsűrűségű bolygón nomád életmódot folytatva próbál életben maradni, miközben megismerik a helyi élővilágot, mely akár veszélyt is jelenthet rájuk. Leia gondolataiba való betekintés során megtudjuk, hogy nem akarja elpazarolni az életét, ha későn is, de felismeri tettei következményét, amin változtatni akar. Elkötelezett a lázadásért. A 13 láda című történet főszereplője Sana Starros, aki vérbeli csempészként viselkedve ad el fegyvereket egy kalózbandának, hogy a birodalom és Jabba kérdőre vonja ezért. Sana furfangos, határozott, ugyanakkor nem a velejéig romlott. Han Solo ismételten a saját jól titkolt jósága áldozatává válik, amikor elvállal a lázadóknak egy újabb fuvart, mely során nem az üldöző birodalmiak, hanem a szállítmánya megy az agyára annyira, hogy visszatérjen régi önmagához. Az Arthurról szóló történet igazán vicces, nekem főleg a droidra vonatkozó adatokat leíró részek tetszettek. A kis droid a különleges mélységi felderítő kommandó által korábban fogságba ejtett Threepio megmentésére siet, mely akciója során a birodalmiak teljességgel életképtelennek mutatkoznak. A rohamosztagosokról szóló történetben a szokásos idegengyűlölet, propaganda, lakosság megfélemlítése és félrevezetése, a feljebb valóknak való megfelelés érintőleges bemutatására kerül sor, miközben a lázadók bázisának megsemmisítésére törekednek. A rajzolás alapvetően tetszik, kivéve azokat az arcokat, melyek porcelán babaszerűen fénylenek. A színek és az akciójelenetek tetszenek, a mozdulatok nem tűnnek darabosnak. Tetszik a kötet újdonsága, hogy nem egy összefüggő történetet mesél el, és egy-egy sztori újraolvasásához nem kell végigolvasni az egészet. Viszont emiatt kicsit súlytalannak érzem a fő történetszál viszonylatában. Ugyanakkor emiatt önállóan, előzetes ismeretek nélkül is olvasható kötetnek tartom, mert az egyes füzetek kevés ponton kapcsolódnak a korábbi fő történetszálhoz. Mivel még nem ismerem ezen történetek folytatását, akár ezt a kötetet ki is lehetne hagyni a nagy egészből. Kíváncsi vagyok, vajon beigazolódik-e a sejtésem. Nektek mi a véleményetek erről a képregényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!